Jött. Na hát akkor sziasztok, és akkor most itt Attesnak a ZVT kócsolását láthatjátok, és akkor igazából ez egy kötetlen beszélgetés lesz, és magyarul ne várjátok nagyon ilyen hivatalos streamer beszélgetéseket, viszont kb. Mindenről lesz szó, kivéve a klán belső életéről, és akkor át is adom a szót Attesnak. Én is üdvözlök mindenkit. Akkor a Roach Hydrából, mert most második verzióban megpróbáljuk még egyszer. Jó, most nem baszom el a sorrendiséget. Ugye a Roach Hydra az a taktika, amikor csak Roachot meg Hydrát hozol, amit később átviszel valami másfajta egységekre. Vagy kiegészíted Viper Infestorra, vagy valami másba transitionálsz. Na most. Ugye a Roach Hydrának nagy taktika szempontból mit csinálsz? Azért csinálod ezt, hogy folyamatosan harcolja a Terran serege, ne engedj, hogy kimaxolja magát, mert egy 200 per 200-as bioarmi, az le fog gyalulni egy 200 per 200-as Hydra Roach-almit. Ezért neked arra kell kényszeríteni, hogy folyamatosan csatázom veled, mert neked ugye nagyobb a makród, és neki meg ha nem tudja bemasszolni ezt a biót, akkor hosszú távon egyszerűen felörlődik a folyamatos Roach Hydra, és ha meg seregekkel szemben. Vagy ha nem is örlődik fel, akkor el tudsz tekelni nyugodtan Viperig, meg Infestorig. Na most ugye az a végső ennek a biónak a halála, amikor jön a Infestor, leköpi, jön a Viper, ráköpi a felhőt, aztán alulról meg megjelennek a hidrák. Azért az egy elég finom kombó szerintem. De nem nagyon, gondoljátok, szerintem nem nagyon kell részletezni, de azért gondoljátok el, amikor szerencsétlen Terra meglátja, hogy leköpte az Infestor a seregét, ráköpted a felhőt, hogy el se tudjon, mert körülbelül ugyanakkor a hatása van mindkettőnek, és közben a legnagyobb DPS-ű zerg egység megjelenik alulról, és elkezdi lövöldözni. Azért az egy gyilkos kombó. Hogyan harcolunk a Roach Hydrával? Ugye ezt, amit mondtam, körbe kell venni a Terra a sereget, úgy kellett, hogy három irányból támadod meg, és mindig a hátulról, amit viszel, az lesz a nagyobb sereg, mert szemből pedig oda realizod a utánpótlást, és ugye gyakorlatilag a Terran sereg nem tud elmenekülni, mert hátrafele nem tud menni, előről meg folyamatosan jön az utánpótlás, és csak a bázisod fele tud menekülni, de oda meg ugye jön szemből az utánpótlás. Ami fontos csatánál, a hidrákkal, ha tudod, a medivekeket fókuszált ki. Ugyanis ha leesik az a 6-7 medivek, ami van egy Terran biosereg felett, akkor pillanatok alatt elhalnak az ösztűz alatt az egységek. Akkor vegyük részletesen, ugye vannak bizonyos speciális egységek, amikre oda kell figyelni. Hogyan harcolunk Widowmine-ok ellen? Ugye Widowmine-okat lerakja, és ugye nem nagyon tud, elszalad, és megpróbálja belehúzni a sereget. Fontos, hogy mindig legyen, ugye ezt nem mondtam el, ugye úgy a másik, amire fontos figyelni, hogy rócsok legyenek mindig elő. Nem a hidrák, a rócsok. Mert ugye azok akkora ér HP-juk, hogy letankolják a sebzést, a hidráknak meg ugye nagyobb a range-ük, ezért szét tudják gyalulni a DPS-ükkel a sereget. Viszont az első sorban mindig legyen egy-két hidra, meg ugye legyen mindig overseer, hogy a Widowmine-okat le tudja szedni, ugyanis a hidrának 6-os range-re van fejlesztve, még a Widowmine-nak csak 5-ös. A másik, hogyha beverted a sereget és hátrahagyja a Widowmine-nak, akkor próbáld meg felszedni őket hidrákkal, mert ha elér egy bizonyos, olyan, mint a medivekeknél, hogyha elér egy bizonyos számú medivek számot, akkor nagyon, akkor mondanatok kezdve majdnem, hogy veszve vagy, mert nem tudod megölni a biosereget. Ugyanezen a Widowmine-okkal is, hogyha ilyen 10-15-20 Widowmine-ja van, akkor az sosem ész át. Ugye meg kell próbálni alacsonyan tartani ezeknek a számát. Akkor ugye ami a legnagyobb countere a Roach Hydrának, az amikor a biosereg mellett tankok vannak. Tankoknál arra azt kell csinálni, hogy meg kell próbálni kihúzni addig, amíg kijönnek a Viperek. Mert ugye a tankok onnantól kezdve, hogy leköpi őket ezzel a cuccal, akkor nem tudnak lőni. És onnantól kezdve meg ugye simán átmegy egy biocsatába, úgyhogy kisebb a biosereg, mert ugye a tankok szuprit foglalnak. Ha muszáj harcolni, akkor csak akkor harcolj, hogyha biztosan be tudod venni. Akkor... Teknős Terran ellen. Ez egy érdekes egyébként, mert azt hinni az ember, hogy ez a legkönnyebben lenne játszani. Igen ám, de ennek a Beernek ez a hard countere, hogy úgy mondjam. Ez a legerősebb ellentaktikája, hogy szép magyar szavakat használjak. Mert ugye mit akarunk a Roach Hydrával? Folyamatosan csatázunk, ugye nekünk nagyobb erősebb a makro, erősebb a gazdaságunk, erősebb a makrunk.
Közben folyamatosan csatázunk, és gyakorlatilag mindig alacsonyan marad az ő seregének a száma, és mikor kijönnek a Viperek, leköpjük őket, és onnantól kezdve meg végképp vége van, meg az Infestorok. Leköpjük őket, és végképp vége van. Igen, nem, de ha beül három, mondjuk két-három bázisra a Terran, és kimaxolja magát, ugye ez a legrosszabb lehetőség számunkra, akkor azt tudjuk csinálni, akkor azt, ezt ugye deríteni kell, hogy látszik, hogy nem igazán akar kijönni, nagyon biztonságosan játszik. Erre fel kell készülni, hogy akkor nekünk nagyon gyorsan kell drónozni, és a másik még fontosabb tekelni, mert ez csak amikor már sok Infestor Viperünk van, akkor tudjuk megfogni. És a harmadikját meg kell próbálni blokkolni, meg halasszolni folyamatosan rócsokkal. Akkor VS Mac, Mac ellen mit csinálunk? Mac ellen nem kellenek, nem kellenek hidrák, mert ugye azok nagyon törékenyek a tankokkal szemben, hanem mass roach-ra kell menni. És azt kell csinálni vele, hogy ugye nem támadjuk meg head-on. Mi a magyar kifejezése a head-onra? Szemtől szemben. Szemtől szemben, köszönöm szépen. De nem támadjuk meg frontálisan a Mac-et, mert ugye úgyis le vannak CGL-be a tankok és széttépik a roach-okat. Hanem megpróbáljuk húzni, tekelni minél gyorsabban, és ugye kihozni a Vipereket. Sziasztok! Halló? Gondoltam be, köszönöm, hogy nem akartam felbevágni a mondatot. Ja, éppen vesztük felfele a kócsolást. Ezzel vagy? Nem vagyok. A gondolod végighallgathatod. Szívesen, de van stream? Van. Be tudnál linkelni, kérlek? Frebs. Adom, csak nem a nebuláson lesz, mert azon valamiért nem engedte, ezért átvettem az enyémre, most azon még normálisan megy. Adanék, hogy elérhető legyen valahol. Majd annyi lesz legfeljebb, hogy letöltjük, azt átrakjuk egy másikra. Uh-huh. Persze, meg ezt lehet YouTube-ra is felrakni. Az a jó ötlet. Megcsináljuk, átkonvertáljuk, hogy valami. Na mindegy, szóval hol tartottam? Mac-nél. Megnézem. Annyira ne legyen early, ne az legyen a fő cél, mert masztrócsal is lehet tartani a Mac-et, mert ugye az annyira lassan jön ki, hogy 15. perc előtt nem nagyon fog akkora megjönni, amit nem tudnál megfogni egy 200x200 rócsal. Szóval, és próbáld meg folyamatosan bent tartani, ez a másik, hogy ugye azt csináld, hogy veszel 5-6-8-10 rócsot, és beszaladsz a bázisára. Na ugye azt meg tudod csinálni, vagy bekúszol, vagy valami kreatívan meg kell oldani. És bekúszol mondjuk a bázisára, vagy beszaladsz a bázisára, és bent tartod, hogy ne merjen kimozdulni a Mac-jével. Azt mondja, hogy ha mégis kimozdul korábban, miután megölte azt az X darab rócsot, akkor még mindig mehetsz base trade-elni. Ugyanis ugye neked van mondjuk 4-5 bázisod, mire ő kimozdul a Mac-kel jó esetben. Mondom, 15. perc, az nem a 4, akkor rakod el az 5-et. Elmegy valamelyik bázisodra, hogy beölje. Ritkán megy a főbázisra. Felszaladsz, leölöd az összes utánpótlását, meg az összes faktoriát mondjuk. És utána két oldalról a rócsokkal nekimész. Még ha megismeri azt az első rócssereget, a második vagy harmadik, ha másodszorra kihozod a, mit tudom én, 200x200-as rócsot, úgyhogy mögötte van egy pár Viper, azt már semmiképp nem fogja megfogni. Mert ugye nem tud utánpótláshozni. Ugye azt szokott szar lenni, hogy bevered a megseregnek a kétharmadát, akkor mire kijön a következő adag rócsod, addigra jön még két tor, meg két tank, meg hát mondjuk 4 helbet. Ez de ugye nem olyan sok, mert ugye amíg csatázol, addig ez simán, ha minimális multitaskingja van, akkor is le tudja gyártani ezeket, csak oda kell vinni. Viszont ha nem tud utánpótlásolni, akkor előbb-utóbb felmorzsolódik a megsereg. Azt mondja, az egy jó ötlet, ezt nem is fordítottam le magyarra, de most megteszem nektek. Azt mondja, nincs oka arra, hogy otthon hagyd a seregedet, vagy bármekkora sereg részt otthon hagyjál, mert úgyse fognak droppok jönni, főleg a Mac-nél. De egyszerűen csak oda kell valahol a bázis a környékére rejtve rallizni, és amikor kimegy, akkor gyorsan bemenni, leölni a seregét, az utánpótlását, és utána, amit mondtam, hogy hátulról kettő irányba megtámadni. Mondja, hogyha kint vannak a Viperei, akkor le kell köpni a megsereget, vagy berántani a tankokat a rócsait közé. És ugye úgyis előbb-utóbb, miután utánpótlása nincs, tehát energy unikotokat használsz meg olcsó rócsokat, el fog fordni a serege. Ha nagyon muszáj, akkor át lehet menni még ugye Ultralisk-ba, Ultralisk-ot hozni,
esetleg, hogyha nagyon harasolni akarod és nagyon bevédte magát, akkor Nidus-sal lehet játszani, ugye, hogy leraksz kettőt és akkor bedobod egyik helyre, másik helyre, nem tudom, ezt szoktátok-e használni. Ugye Overlord leraksz drop két... esetleg. Tessék? Overlord drop esetleg. Vagy overload droppani, ez is jó ötlet. Az a lényeg, hogy mivel a mech az baromi lassú, szóval az tényleg baromi lassú, ha bedroppolsz egy helyre, leraksz egy Nidust a másikra, soha a büdös életben nem fogja tudni megfogni mi két irányból. Mert ugye a mech-kel azok játszanak, főleg Terrannál, akiknek nulla multitaskingja van. Ugye az nem kell mikrózni, meg nem kell multitaskingolni, úgy, mint egy bioseleghez. De hát a helmet droppok azok szoktak jönni, nem? De a helmet droppokat 4 queen-nel megfogod, mert ez 4 queen-es build. Úgy nyitsz, hogy 4 queen-t laksz le. Meg a helmet drop, az inkább játék technikai dolog, az nem a taktika része, hanem játék technikai dolog, hogy meg tud fogni. Ugye hogy fogod a helmet dropot? Bedroppolja, és elhúzod két vagy három irányba a szedőket. Mivel lassúak a helmetek, ezért azt szokta csinálni a Terra, hogy felkapja a medivakba, és ugye rádroppolja az éppen menekülő szedőkre. Ezért kell a queenek felé húzni a szedőket, és a queenekkel fókuszálni a medivekket, akkor is, amikor a helvetek a földön vannak. Mert úgyis kigyógyítja, viszont a medivekket nem javítja semmi. És amint lementek a medivekek, utána pillanatok alatt eltűnnek a helvetek, mert hiába kemények, meg minden, ha nem csak így gyógyítja, elég gyorsan le lehet szedni őket. Ez az elv. Én sem mindig tudom megcsinálni, nem azért mondom, csak ez az elv. Uh-huh. Itt ezzel a mi ellen hogy harcolunk részhez van kérdés? Ja, meg kellene, ne féljetek Swarm Host-ra váltani. Ugye annak is a ranged a locust, az is a rangedből kapja a pluszt, úgyhogy ugyanúgy ugye a erősítése pluszokat is megkapja. Kérdés? Óhaj? Nem nincs. Szintén. És esetleg a match ellen mutázunk. Tessék? A match ellen muta. Hogy más ellen mutázol? Hát match ellen. Mac ellen. Szerintem meg kell. Hát, az a baj, hogy a muta az ugye addig működik, hogy neked sokkal többet kell. Szóval kihoz egy tort, nem tudom, 300 per 200 azt hiszem. Jajjá. 5 muta kell ellene, hogy meg tud ölni Magic Box-szal. Az 500-500. Jön még egy tor, az neki 600-400, neked viszont már még 5 muta kell, magyarán 1000 per 1000. Nem tudom, érted a lényegét ennek az összehasonlításnak. Szóval kijön 4 tor, neked már 20 mutánál kell tartani, hogy ezt a 4 tort meg tud ölni, hogyha nem javítják. Plusz neki, ugye és a fejlesztés... Igen, és akkor mondjuk még két aknál leszedi az összes mutát. Így van. Egyesen csinálja a terren. Így van. Én azért nem is javaslom a mutázást a mekellen, mert azért az előző kiegészítőbe lehetett ezt csinálni, és ő nem egy ember csinálta azt, hogy mi ugye ő gyorsabban tudott hozni 20 mutát, mint hogy a terren 4-5 tort. Ezért gyorsan kihoztam a 20 mutát, és csak egyszerűen annyit csinált, hogy mindig leölte a torokat, hogy ne tudjon felhalmozódni. Neki ugye onnantól kezdve csak egy-két mutát kellett után venni, még a Terrannak újra kellett venni az egész torsereget, és előbb-utóbb már akkora lett a mutaszám, hogy nem tudta megfogni, hiába volt pár torja. De most már nem működik ez, mert ennyit csinál, leássa a mind-t, és belehúzza a mutákat a torba. Ráadásul ugye a Magic Box-nál oda kell, nem tudsz rátámadni úgy, hogy range-ből, hanem ugye felé kell repülni Magic Box-szal, az, hogy ugye tud lőni. Azt majdnem, hogy nagyobb range-e van egy izének, egy idomájnak, mint a tornak. Szerintem, de ez az igazság, hogy nem néztem utána, ez az én tapasztalatom. De úgy látom, azért a többség egyetért ezzel a megállapítással. Igen. Ha már nagyon akarsz valamit, ami nem ez, akkor inkább Swarm hoztokat hozzá. De majd az a következő órának lesz a megbeszélése, hogy mindenfajta, a protoszelemek terven is, hogy kell játszani Mass Swarm hozta. Na, akkor gyorsan még elmondom azt a kicsit, amíg van elmélet, aztán megnézzük, hogy működik a gyakorlatban, jó? Na, ugye mikor támadunk? Ugye ez is egy fontos kérdés, hogy arról szól az egész, szöveg, ugye arról beszéltem, hogy nekünk folyamatosan harcolni kell a Terrannal, hogy cseréljük a seregeket, mert nekünk egyszerűen jobban megéri. De mikor támadunk, támadási szituációk, mire kell odafigyelni?
Ugye támadunk, a 160 és 200 között van a supling, és viszonylag stabil a bázisunk, szóval jól vannak szaturálva. Támadunk, ha egy csata után meg tudtuk ölni az összes medivekét, akkor rögtön támadunk. Azért, mert a Terran sereg, amit mondtam, nagyon törékeny, ha nincs mellette medivek, mert ugye elsztimeli magát egyszer. Ja, ha egy medivek van egy 30 fős sereg felett, akkor egyszerűen ott hagyod a picsába és megvárod, amíg lejár a steam, akkor se healeli ki csak maximum 5-6 egységet, szóval a többinek marad fél HP, amikor visszamész. Még ha 7 medivek van, akkor ugye ez felgyógyítja az egészet. Akkor... akkor is támadunk, ha nem volt korai agresszió és fullosan mennek a bázisaid, és csak lehet pumpálni a rócsokat és a hidrákra vigyázol. Ilyen nekem is volt, például amikor BBQ-val játszottam, nem tudom, hogy kinézte, ott is az volt, hogy belaggoltam és leölettem a hidráimat, de ott, ha visszahúzom a hidrákat, és egyszer újra veszem a rócsokat, akkor nekem egy gombnyomás visszavenni azt a 20 rócsot, ami elolvadt a bion. Neki meg sehol nem volt még a másik utánpótlás, mert a utánpótlásra együtt sikerült megfogni azt a pust. Szóval vigyázni kell a hidrákra, mert azok törékenyek, viszont rócsot bármennyit be lehet áldozni, hogyha tankolják a sebzést. Mondja, hogyan fogjuk a droppokat? Igen, ez egy fontos téma. Ugye a seregünk nem túl mobilis, ezért ugye áldozatokat kell hoznunk a midgame-ben, hogy hogyan fogjuk meg a droppokat. Ugye 3 rócs, 2 hidra megfog egy droppot. De ott is figyelni kell, hogy amint felvillan az ikon, azonnal a hidrákkal fókuszáltatni kell a mediveket. Na ugye ha leesik a droppos medivek, akkor onnantól kezdve tök mindegy, hogy milyen marad, baszhatja. De 3 rócs, 2 hidra, főleg, hogyha nem figyel oda és nem fókuszálja ki a hidrákat, akkor nagyon hamar lemennek. Mert ja, ledobja a merint, meghal. Ledobja a merint, meghal. Úgyhogy az a könnyű fogni. Late game-ben meg egy spore, 2 spinecrawler, ha jól van lerakva, akkor az is fogja a dropokat. De ugye... ha nagy drop jön, igen, még ez amit el akartam mondani, ha nagy drop jön, jön 2-3 medivekes drop, akkor is elég a 3 rócs, 2 hidra, vagy valami hasonló, minimális, 4 rócs, 3 hidra, valami ilyesmi. Mert annak az a feladata, feltartsa a droppokat, amíg odaér a fősereg. Ez pont annyira elég, hogyha ilyen nagy drop jön, akkor feltartja addig a droppokat, amíg odaér a lényeges rész. És mivel lassú a sereged, nagyon fontos, hogy az a creep spread, ugye, hogy terjeszd a smötyit, az nagyon fontos. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, ez tényleg az, hogy játékmertel azon, hogy a rócs meg a hidrád mennyire gyorsan ér az ellenséghez, vagy mennyire gyorsan éri el a droppokat. Ez ugye a link, muta linknél is fontos, de itt meg főleg. Mert ugye ezek még nem is ilyen fénysebességgel menők, mint a lingek. Ezzel a résszel kapcsolatban van-e kérdés? Mindenki elaludt? Nem. Szerintem. Még annyit, hogy a base trade-es, amit mondtál még az előzőben. Hogy ha felhúzza az épületeit, akkor annyira nem fog sikeres lenni a base trade. Hát de mi, ha leszeded az összes teklabját a izéknél, a mechnél? Hát ugye elvágod, ugye nem a helvetek meg a helionok ölnek meg, hanem a tor meg a tank. Azokat leszeded és utána utoléred a fősereget, akkor nem hiszem el, hogy ugye 130 másodperc, amíg felépül egy reaktor, vagy valami hasonló. Elég sok. Azért mondom, ha azt leszeded, akkor nem hiszem el, hogy nem tudod utolérni. Szóval nem tudod megcsinálni azt, hogy leszeded a főseregét. Szerinted kihoz még egyszer egy akkora sereget, ami... kihoz ki hamarabb még egyszer egy nagy sereget? Te, vagy pedig a Terran? Szomorú életünk van. Tessék? Szomorú életünk van, mondom, Terránként. Hát ez már csak ilyen. De ugye... Ez csak az elméleti taktika, most ez attól függően, hogy a Terra hogy csinálja, meg az Erk hogy csinálja, nem előre predesztinált, hogy eldöntött, hogy mi lesz a sorsa a meccsnek. Csak ugye azért vázolom fel, ez egy lehetőség, hogy hogyan lehet csinálni az Erggel. Egy taktika instant nyerne, akkor ugye senki nem játszana azzal a fajjal, ami ellen nyer. Tudod, ez a meserész, a megvalósítása nehéz. Na de. Van kérdés, mert még van egy blokk, amit el akarok mondani.
Belefér. Bealudtunk. Én Terrán vagyok, úgyhogy azért nem merek szólni. De van, hogy kérdezted Terránnal is egyébként. Nem. Én igazából nem... Én ezt a Mac-es dolgot nem is nagyon használom az RGL-en, úgyhogy azért nem tudok ezt hozzászólni. A BIOS részről le meg lemaradtál. Na mindegy. Akkor nagy elmondom, szerint. Hogy összevetve a Link Bailey Muta stílussal. Én nem tudom ki az, aki most Link Bailey Mutát játszik. Hát nagyon sok az. De összevetve, hogy mik az előnyei, hátrányai, mert ugye valaki lehet, hogy ezt nem szereti egyszerűen azért, mert szereti a Mutának a sebességét például. De azért összevetem. Ugye, itt azt mondja a Mizé leírásban, hogy nincs olyan kórai, aki a profiligában ugye Roach Hydrát használna Terran ellen. Egyszerűen azért, mert ugye nekik megvan az a hatalmas mikrójuk, hogy hogy jól tudják irányítani a Link Bailey Mutát, és ezért ez sokkal erősebb, mint a Roach Hydra. És itt jönnek a lényeges pontok, hogy összevetve, ugye fontos az ERG-nél a mobilitás. Ugye a Roach Hydra sokkal lassabb, nem olyan mobilis, mint a Link Bailey Muta, mert ugye egyszer a Link az ugye mondtam fénysebességgel megy kb, a Muta meg tud repülni. De azért ezzel nehéz vitatkozni. Viszont, amit meg nem mondtam még, de szerintem azt is lehet mondani, hogy ez a Roach Hydra, ez az ERG Mac összehasonlításban, mert egy sokkal erősebb sereged van, ami sokkal lassabb. Viszont gyorsabban jön ki, ennyi szempontból nem jó az összehasonlítás. Army Strength, ugye seregerősség, hát ezzel egyetértek ezzel a szerzővel, akinek a guide-jából, amit most olvasok. Ez nagyon nehéz megmondani statisztika nélkül, és a játék, és játék kos és játék erőfüggő. A Roach Hydra sereg maga erősebb, mint a Link Bailey Muta, viszont nincs benne ugye annyi haraszt lehetőség. Ebből adódóan ugye nagyobb seregekkel is kell harcolnia. Viszont a hidrák elől nem tudnak elmenekülni a medivekek, a múták elől meg ugye el tudnak, de mondom, ez igazán meg kéne nézni. Hát ezzel nem értek egyet teljesen, mondjuk mint Terrán, nem gyakran menekülök el egyik elől sem. Hát ez hiba. Figyelj, addig lehet menekülni mondjuk a múta elől, még van ugye ez a boost, de utána lelassul a medivek, utána utolér és kész. Ugye, jó, hát nem... ha nagy pályán játszál, akkor így van, de egy kis mappon, amíg 1v1, amíg összesen két fős, és akkor a boost addig tart, amíg a fél pályán átér. Jó, persze, akkor map függő is, hogy ne. Annyi, hogy azt írja, hogy az a tapasztalata, ezt én nem érzékeltem még, hogy a legjobb akkor a Roach Hydra, amikor a Terran 130-es szupli alatt van. Szóval ez a folyamatosan 130 alatt tudod tartani a csadákkal, akkor meg fogod nyerni könnyedén a meccset. És akkor a végső konklúzió, ugye a Link Bailey Muta sokkal mobilisabb, de több mikro kell és ugye multitask skill. De ugye mi nem vagyunk kóraiak és nem játszunk egész nap, viszont mi szeretnénk élvezni a játékot. És ennek az szerintem ez a legjobb módja. Na most. Van kérdés, mert akkor mutatnék egy pár replayt nektek. Hajrá! Csunk ahhoz a részhez, amit mutatni akarok. Aha, majd próbálj utalni arra, hogy... Várj egy pillanatban, megnézem a timingokat, hogy véletlenül nem mondjak rosszat. Jó. Ugye, hogy nyit? Ugye, aki megnéztétek a videót, addig elmondom, amíg itt indul. Megnéztétek a videót, ott is elmondja, de ugye úgy kezdi, ugye, hogy 15 hatch, 16 pool, utána... két queen-t vesz, ugye, mert körülbelül egyszerre van kész a hatchery meg a poolja, és 300 minerálja van. Azt mondja, hogy ugye kettő vagy négy zerling, attól függ, hogy mennyire akarod magad biztonságban érezni, és 4.50-kor, mikor kijön, 4.50-kor le kell rakni a két extraktort felül, a felső bázison a két gázt, hogy szaturálni, amint kész van. Ugye utána még két queen, és csak drónozni, és amikor 50 gázod van, akkor lerakni a Roach Warrant. Amikor félig kész van a Roach Warrant, akkor 3 darab overlordot venni, és kész a Roach Warrant, rögtön lehet venni körülbelül 9 Roachot. Amilyen rögtön meg lehet zavarni a Terrannak a buildjét. Ugye ha a Terran CC first meg ilyenekre megy, akkor ezzel gyakorlatilag nyertél is.
A Roach All-in-ből lett kifejlesztve, legalábbis szerintem, mert ugye ez a Roach All-in, ez a build. Klasszikusan. 15 head, elvileg most 16-nál fogja rakni a pult, de mindjárt meglátjuk. Igen, 16-nál fog jönni a pult. Azt nem tudom, ezekkel a korai bunkárosokkal, meg proxy raxokat hogy fogja, arra kíváncsi lennék, de szerintem igazából nem olyan gázos, hogy 16-nál rakja a pult. Mert látja, hogy derít az overload a bázisok felett. Szóval oda jutunk, jussunk el 450-ig, aztán majd mondom tovább. Beletekerek egy kicsit. Ja, itt ilyen hülyén van, állandóan eltűnik a hatchery. 450, most saját timinget nem tartja, elvileg most kéne rakni a két gázt. Ja, várjál, hogy van? Nem, elbasztam, bocsánat. A másik órát néztem, szóval az in-game órát kell nézni. Ja. Elnézést, gyerekek, fáradt vagyok. Jön a két queen. Azonnal. Jön a négy ling, amit ő mondtam is. Ugye CC first-re ment a terrem. Ez már rögtön kellemetlen lesz, amikor kijön neki a 9 roach. Az erget nézzétek, főleg a terran, ne nagyon nézzétek. Ugye az a lényeg az erg. Folyamatosan drónozik, ugye 4 ring után folyamatosan drónozik, lentre, fenn már kb. Szaturálva van. Ér a két queen, és körülbelül most kell lerakni a két gázt. Rakja is, ha nézitek. Szinte ugyanaz, szinte abban a pillanatban 4-5-nél. És a másik fontos, hogy leviszi azonnal a queen-t. Tudjon védekezni a Helion, vagy bármi jön. És nem csinálja még többet. Ugye, ha nézitek, a Queen majdnem annyi idő alatt jön ki, amennyi idő alatt a lárve, amennyi ideig a lárvezes tart. Rögtön szedi. Azt és elvileg mindjárt jönni fog a... Roach Hallen. Ugye mindjárt 50 gáza van. De addig, a másik a fontos, addig csak drónozik. A, kirakta a overlordokat megfelelő helyre, hogy lássa, hogyha bármi van. Csak, és csak drónozik. Most fog jönni a Roach Warren ebbe a pillanatban, és ott is van. Fontos csak a timingok egyébként. Én amikor néztem először a bíret, nem fontos, majd lesz, ahogy lesz. Annyira simán megzúztak belőle kétszer-háromszor egymás után. Mert ugye elszúrja az ember a timingot, onnantól kezdve már csúszik az egész bírja, és már nem olyan erős a roach. Jön a három overlord. Igen, most csak kettőt vesz. Majd utána figyeljétek az evo chambereket hova rakja, az is szerintem nagyon jó ötlet, ahogy ő csinálja, hogy elkezdi elfalazni a feljáróját. Igen, ezt kérdezni is akartam, hogy ez az eljáró elfalazás, ez hasznos. Annyira nem, de legalább a Helionok nem tudnak beszaladni, hogyha ide berakod a queeneket meg a roachokat. Szóval sok sebzést be kell kapniuk, mielőtt egyáltalán bármit tudnak csinálni. Ugye jön a 6 roach. Ugye nem sok kárt fog tudni csinálni, mert ugye addigra már kint lesznek a vidómájnok. De befosatja a terrant. Ez ugye a pszichológiai hadviselésnek a része, hogy megijed a terran. Jön a két evós ember, nekem ez nagyon tetszett, hogy ő így lerakta. Hogy leszűkíti a feljárót, hogy ne tudjon felszaladni. De beraksz egy queen-t másik oldalra, és csak gyakorlatilag nem tud felmenni a bázisodra. Jön a és rakta a harmadikat. Ja igen, a másik, amit nem jól mondta, amit nem mondtam, hogy amikor lerakod a két evót, majdnem azelőtt egy picivel rakd a harmadikat. Szóval lerakod a harmadikat, és utána amint van 150 minden állal, lerakod a két evót semből. A roachokat javaslom figyelni. Mert nézzétek, még nem fog kárt okozni, nem is az a lényeg, hogy kárt okozzon, hanem hogy megijessze a terrant. Na ugye kárt nem okozott, mert megölt egy, Isten megölt egy bunkert, elvesztette a két roachot, körülbelül egálba van. De megijesztette a terrant. Meg látja, hogy van Herbert, meg van Medivek. Igen, meg ez a másik fontos, hogy látja, ugye, mert ugye Terrannak
Marinon kívül, amilyen van, azt hozni kell, hogy megfogja a rócsokat. Ugye a másik, hogy jött a, miközben fusolt, jött a lér. Ugye most, hogy hazaérnek a rócsok, addigra van körülbelül kész a lérje. Lerakta a is védekezni a drop ellen. És ott is hagyja, amit mondtál, igen. Mm-hmm. Mert ugye tudja, hogy jönni fog a drop, ugye a kontrollja van, látja itt ennél az overlordnál, mindjárt pingelek, látja, hogyha jön. Itt látja, hogyha jön a drop, de ez sokkal közelebb van a bázisához, mint a másik. Ezért kevesebb ideje lenne reagálni, és itt is jött a drop. Egy drón. Egy drón szeret le, látod? Nem, szerintem ezen a pályán amúgy is hülyeség dropolni, mert az overlordokkal ezen a területen úgyis mindent lát. Ez így van, de attól még erős lehet, ha nem számít rá. A másik, amit te is mondtál, hogy látta a helbeteket az ajtóba. Uh-huh. Az a számított rá. Azért is van az, hogy ha megnézed, abban a pillanatban lerakta a Spore-crawlereket, meg abban a pillanatban ott hagyta a rócsokat is, hogy, amit mondtam. De egyébként szokás is hagyni, hogyha megnézzük többet, mindenhol látni fogjátok, hogy azért egy-kettőt fennhagy. De azért most ilyen sokat, mert látta. A plusz egy azonnal, amint lehet. Ez a másik, ezt nem mondtam, ez nagyon fontos pedig. A rócsidra akkor működik jól, ha nagyobb fejlesztésed van, mint a Terran-nak. Egyébként, ha rám hallgattok, csak az Ishox-nak a képét nézitek, nem pedig az old. Amúgy ez a... Most rak egy Imbész hatchet is. Tessék? Rak Imbész hatchet most jelen pillanatban. És akkor a negyediknek az hány percnél kell, hogy jöjjön? A makro hatchet akkor kell szerintem lerakni, amikor pénzed van rá. Hm. Amit úgy látod, hogy 500 minerálja van, de nincs hozzá elég gáza. Volt felesleges pénze, és azonnal, mint kész az 1-2, azonnal nyomni kell a következőt. A Terran, ha megnézed, most meg lehet nézni, ugye látjuk a U-on, hogy milyen van. Nullás még. Ugye ellen a 2 hamarabb kész lesz még, mint a IC-nek a 1-ese, gondolom én. De nem tudom, mert nem néztem. Nem, én nézem a production, de most jön a Terran 1-2-3 másodperc múlva. És a másik, a 4 Queen-nel, nézzétek meg mekkora creepet tudott terjeszteni. És nem is igazán jól terjesztette, mert ugye ez sokkal gyorsabban is lehetett volna. A másik, hogy a 4 Queen azon túl, hogy nagyon jól tudott terjeszteni a creepet, úgyis lesz előbb-utóbb 4 hatchery. Akkor meg miért ne? Ez a másik, megkerüli, ez nagyon fontos, ezt nézzétek meg, hogy megkerüli, ez baromi fontos. Hogy nem fog tudni elmenekülni a Terran sereg. Mert egyszerűen annyira jól szedik egy feldroppol, de jó, de hiába droppol fel. Mert előbb-utóbb el fog veszteni az a sereg. Pont ez az egy medical, 2-3. Mert amúgy is én csináltam, mert szerintem kb. Inkább itt kellett volna ledobni. Mert tudtam, hogy jön a fő sereg. És hogyha a medivekekben vannak az egységek, akkor esélye nincs, hogy megfogja. Úgyhogy egyetlen valami pusztítást végrehozza. Ja, mint... Hogy érted ezt most? A Terran részről. De hol, hol mondod? Hát, hogy kb. Inkább... kb. Itt, amit felér, kb. Itt kellett volna szerintem ledobnia. Mert akkor még ideje is van, hogy lent legyenek az egységei. Á, esélytelen volt ott már. Egyszerűen csak akkor annyit csinálja, hogy a felét hozza fel. Szerintem körülbelül itt is a vége ennek a replaynek, hogy nagyon jól látszik, hogy elvesztek a medivekek. Na ez amit mondtam, hogy elvesztek a medivekek. Hiába van, jó, hogy sokkal nagyobb a sereg is, de most ha nincsenek medivekek, annyira pillanatok alatt elolvad. Hát de nem tudom, egy ilyen helyzetben szerintem a bióval úgyis hülyeség biót lehozni egy ilyen sereg ellen, mert sokkal erősebb az ernek a makrója. És egyszerűen nem tud akkora létszámot lehozni, hogy lehetően a biokántere ennek. Elvileg. Hát, de nem tud egyszerűen lehozni olyan gyorsan, mint mondjuk a Zerg. Szóval szerintem tankokkal sokkal jobban meg lehetne fogni szerintem. Ilyen helyzetben. Jó, nézzünk olyat, mit szólsz hozzá. Nézzünk egy mekeset. Ez egy mekes meccs. Kíváncsi, hogy mennyire érvényesülnek azok az elvek, amiket leír. Én megmondom őszintén, ezt a meccset én sem láttam.
Csak Terra lenyúlta a két elemet. Mondom, egyébként nem az a célom, hogy meggyőzzelek benneteket, hogy ez a legjobb a Rothschild. Mm-hmm. Csak hanem, hogy alternatívát nyújt, csak hogy ezt is lehet csinálni. Persze. Ez egy, most a megbírd, ez nem tudom, mert kétfajta bírdja van az Isoxnak. Van egy gazdasági és egy az agresszív, amivel rögtön megy roach pusolni. Mm-hmm. A gazdasági bírd az annyiba különbözik, hogy nem hozza először a roachokat, hanem harmadikat rak hamarabb. Jajjá. Harmadikat rak, két Evo Chambert, hozza a lért, és csak utána hoz rócsokat, amivel védekezik. Utána melyik nem látszik ilyenkor agresszív van, akkor lesz a gyakorlatilag. Nem tudja azt a gazdasági hátrányba hozni. Még egyszer? Szerintem, hogyha nem játszik ilyenkor agresszív van a terrán, szóval nem látja a harmadik bázist, mondjuk nem deríti fel, akkor innentől vesztett már nem tudja egyetlen ezt a gazdasági hátrányba hozni. Így van, így van. Mondom, az Echo build szerintem nagy pályákon van értelme használni, nem ilyen pici, mint ez a Network. Star. Uh-huh. Az a Network Prince, hogy milyennek a neve? Preston. Milyen. Nem, nem. Newkirk. Pretinct, vagy valami ilyesmi. Szóval mindig ez van ezen a pályán. Amúgy is nagyon jó a Rothschildra, mert kicsi a távolság. Megnézitek. Most az Ishox-nak a... Csak a Ishox képét látom, ugye rakja 15-nél a pool, vagy a hatcheryt. ...16-nál jön a izé. Egy gyors kérdés, amíg ilyen light-os rész van, hogy a következő óra az milyen matchup ellen legyen? Milyen matchup ellen legyen? Itt a hangsúly vége. Hát az évéző talán ami nehézkes. Jó, nézzünk ZVZ-t. És az ZVZ-n belül muta elkerülőset, vagy pedig olyat, amiben lehet muta is, meg más is, szóval ilyen rugalmas bírdot. Nem tudom, szóval nekem személyesen az a tapasztalatom, hogy ami mostanában nagyon sokszor szokott lenni, és versenyeken is sok van, az, hogy az egyik játékos roachhidrázik, a másik pedig az, hogy muta lingezik, és hogy melyik helyzetből, melyikből hogyan lehet nyerni. Jó, akkor ez lesz a következő. Csak azért vetettem közben, mert most úgyis ilyen light-os időszak van, mint nem történik benne különösebben semmi. Uh-huh. Mert ugye megint a timingokat azt azért figyeljétek. Rögtön jön majd a két queen. És itt például csak két linget vesz. Én is nézem a produktábot, és csak kettőt vesz, mert úgy gondolja, hogy elég. Én négyet vennék a helyében, szóval én négyet szoktam ilyenkor venni. Egyszerűen azért, mert biztos, hogy jön valami, ott a Reaper, látod rögtön? Ha most négy lingje lenne, akkor ez nem lenne semmi gáz. Valamelyik nap játszottam a csávó proxy barak, két proxy rakkozott, és csak massz Reaper-t vettem, engem azzal szívottak meg valamelyik nap. De az a jó egyébként a négy queenbe, hogyha kijön a négy queen, akkor már nem tud kárt okozni különösebben a Reaper. Szóval oké, most megölte azt az egy drone, mert nem figyelt rá, de itt mondanám meg őszintén, két queen ellen nem nagyon tud kárt tenni. Hát tudom, hogy egy Reaper-en amúgy sem tud, csak teríteni tud, meg kicsit úgy mikróra kényszeríti más az ellenfelét, hogy ne tudom ennyire figyelni, legfeljebb annyit tud csinálni. Az egy-két drone az. Igen, és most megnézed, pont nem ment le, de az le fog menni, nem fog lemenni, jó van, mindegy, de a Roach arra nem látja. Most rakni kéne a Roach arra, bár egy picit el van csúszva. Nem, ez az Echo build lesz, jó. Itt az Echo build-et fogjuk látni, mert harmadik adatot, ugye nem Roach arra. Nem tudom, én ilyenkor eljön a perceptem hozni. Látom, hogy három van. Terranozol is? Aha. Ugye megint falaz. Ez az, amit mondtam én is, hogy szerintem ez baromi jó ötlet, amit csinál.
Nem sok haszna van, de ártani nem árt, hogy falasz, hogy megint úgy csinálja, hogy jó, hogy ne tudjon közvetlenül felmenni a terra, hanem fel kelljen szedni először. Mondom, a Helionok ellen pont erős. Néhány egységgel beáll és beáll még oda, elállja az útját és akkor nem tud befutni. Már te mondtad amúgy is, hogy te Helionokat szoktál elkóltni, és akkor az annyira nem is lenne ez ellen? Erős. Hát most érted, 4 Queen az elég hamar széttépi a Helionokat. Főleg ilyen képpen. Hát még nem hozott Rócsvarrend, szóval kicsit furcsán csinálja a buildet, de alapvetően ugye ugyanaz a build. Ez jó, itt a Rócsvarrend. Jön egy Banshee és akkor... Nem igazából annyit csinál rosszul itt szerintem, hogy egy Overlord-dal már be kellett volna repülni. Ja, igen. Ennyi. Egyébként szerintem mindent jól csinál egy Sox. Szerintem nem sokára jönni fog a Hydroden. A másik, ami nagyon fontos, jó, ezt nem is mondtam, makro hatchery-t mindig rakjatok. Ja, hogy gyorsabban tud hozni a Roach Hydrát. Itt Terran a Vax rakjaiból a izét. Tereget. Nem tudom, mint Terran részéről azt csinálom, hogy nem támad egyszerűen, szóval mondjuk négy Helionnal, meg mondjuk ezzel a három aknával bemenni a bázisához, ott néhány minket tudna szedni, mert gyakorlatilag még nincsen serege. De nem tudja a Terran, hogy nincsen serege, honnan kéne tudnia? Hát például a Helion akkor oda megy, mert az akkor gyorsan el tud futni, úgyhogy... Jó, de amúgy a Helion akkor elindulsz... Elindulsz, látja. Hogy elindultál. Az a jó, hogy már ott oda ment, próbálta ledelíteni, de nem tudta. Mert a creep miatt gyorsan oda értek a rócsot. Igen, a másik meg, hogy ilyenkor ne sok rócsot mutassatok. Hagy higgye azt, hogy más tekre mész. Vagy annyit látod, hogy 4 rócsot hoztál, ami ugye a Link Bailing mutába is szokott lenni, ugye a Helionok ellen. Meg a Helbetek ellen. A másik, ami nagyon fontos, nézzétek meg, 10. percnél járunk, és jön a 2x2 a Roach Hydrának. Még a Terra most veszi az 1-es weapont. De ott már a 2x2 jön. Ez azt is érdemes megnézni, hogy Terrának van 1000... Most 1300 adagot az inkalmia. A Zennek 1700. És a Terrának is most csak azért ugrott, hogy lehoztam a módokat. Valahol kb. Másfélszer akkor a gazdasága az elmű. Megint ott a makro hatchery, ha nézed. Az a Banshee dolog, az meg nem lehetett. Igen, beszopta, de nézd meg, hogy attól még nem, ettől még nem fogja elveszteni a meccset. De annyira jók a hidrák, mindenfajta légi egység ellen, meg azért. Okozott kárt, megölt 10 drónt, Istenem. Ja, nem is okozott, mert lebúró volt ott, nem? Ja nem. Másik, ami itt én nagyon hiányolok az ő buildjéből, a búró. Ez szerintem baromi jó cucc. Nagyon kell. Ja, és a harmadik, amit ha néztek. A raw speed, az kevésbé fontos, mint a Hydra range. Ha nincs pénzed rá, inkább hozzét hozzál Hydra range-et, mint raw speed-et. Mert ugye nagyon terjeszted a creepet, nem nagyon kell. Ötöt vesztettel amúgy, öt drónt. Hát azért ez elég jó, izé volt, jó csere volt. Hát igen. 250. Annyi ellen, mennyibe kerül a belső? Többbe. Ezen mondom, azt hiányom, hogy nem fejleszt Roach, én itt a billedjében azt hiányom, hogy nem fejleszt Roach speedet. De nagyon szépen látszik a sorrend, hogy plusz 2, ugye plusz 2-2, Hydra range, Hydra speed, és csak utána jön Roach-nak a sebessége meg a izéje, nem hozhatná most. Azok egyszerűen nem olyan fontosak, mert jó a creep spread. De amúgy azokat a videóbányokat nagyon, szerintem nem jó helyezte. Most? Vagy mikor? De előbb? Nem, most jelen pillanatban bár, de sem. Szerintem pont, hogy jó, mert igazából csak a dunkokat védi.
annyira szépen látszik, hogy milyen jól elhelyezted a Overlordját. Nem azt hiányolom, hogy neki eddig egészen finge nem volt arról, amíg meg nem jelentek a benség, hogy mi folyik az ellenfélnél. Nem? Ha most nem így indul meg, hanem hoz 6 bensít, akkor nem maradt volna a bázisa. És most körbe megy, odaadja a bázisát. Az fog lenni, körbe megy, odaadja a bázisát, és cserébe hátulról megpróbál bemenni. És ott megy. Nem tudom, hogy Terrán túl itt sem állni, egyszerűen nem derít. Van 3. Ez most nagyon rosszul csinálta itt egyébként. Van 3 orbitálkon mondja, legalább néhány kentlenül lerakhatott volna. Adatta a bázisát, és most... Ezért kéne a búró egyébként, ezért hiányolom, mert itt leáshatná a búrót. Kész. Egyébként a nézitek... Nem tudom, otthon meg fogja fogni a puszt, masszócsa. Csak annyi volt, hogy elvágta az utánpótlástól a seregeket. Én azt néztem, nem tudom, hogy ti melyiket néztem, én ezért néztem most, hogy hogyan támadja a bázist, ami... Annyi volt nemes egyszerűséggel, hogy... felment és megölt mindent, ami szembe jött. Uh-huh. Otthon meg a, nem tudom, a otthon itt azt néztetek, hogy otthon hogy fogja. Szerintem nagyon egyszerűen fogta, egyszerűen vette a massz egységet, nem? Massz rócsot vett. Nincs más szükség, mert alig maradt valami. Köszönjük? Nem is volt szüksége másra igazából, mert alig maradt valami olyat arra annak. És most meg majd jönnek a Viperek, ami eldöntötte a meccset. Nem tudom hány bázisa van a Terrannak, de szerintem összesen volt 3. Most egyet elvesztett. Miért nem nagyobb érvágás volt neki az, hogy elvesztette a gázokat, mert azokat újra kell majd rakni. Mm-hmm. Igen, 3 van. Nem lehet mondani, hogy annyira rosszul csinálja a Terrán. Szerintem jól csinálja, csak azt csinál, mert egyszerűen nem zerít. De mit kellett volna derítenie? Ha megnézed, klántársak játszanak egymással, szóval valószínűleg tudja, hogy mit csinál. Mm. Jó, csak mondjuk így nem tudom, én mondjuk így Helionokkal szoktam futkosni, mondjuk így egy szetegletet figyelni. Elrakni mondjuk egy-két tornyot, ami körben figyeli a cuccokat. Ó, megölt a fejlesztés közben. Bebambulta. Pont azt, amelyik fejlesztett, Istenem. Vett még 3-at és megölte azt, amelyikben félig kész volt a fejlesztés. Ez epic fail volt azért. Na és itt lesz a vége szerintem. Már hidrákat se vett, ha nézitek, mert nem volt, nincs rá szüksége, minek. Le fogja köpni a tankokat, azt megnyeri a meccset. Most leköpi. Vége. Ott áll a felszín összes tank, és nem tudnak lőni. Hát de amúgy is ekkora sereggel, hogyha még itt nem is fogta volna meg. Nagyon könnyen remaxol azért. És azon ment el, hogy... azon ment el a meccs, hogy leszette a harmadik gázát a Terrannak. Uh-huh. És megakadályozta, hogy azt a... Mert ugye ott azt a sereget a szemből megtámadja, ami jött, az a Hellbat tank vidómány sereg, azt nem fogja meg szemből. Hát igen. Így, hogy feláldozta a bázisát és elvágta az utánpótlást, így egyszerűen folyamatosan csak masszolta a rócsokat, azt előbb-utóbb elfogynak az, ami szembe jön. Hát mert csak azt a pillanatot kell kifognia, amikor éppen a tankok nincsenek lerakva, szóval nincsenek beszállítsolva. Így van, de... De az nem, ugye nem olyan nehéz, amikor a creepeden pusol a Terran ezt a pillanatot igen. Meglátni. Na igen. Várjatok, akarok még mutatni. Volt egy hosszú meccs, ami nagyon hosszú volt, mindjárt megkeresem.
Az. Ez az. Eco build-es. Na, hogyan nem csináljuk igazából arra jó a vége, hogy hogyan nem szabad a végét csinálni. Preps? Jó, hát az én. Nekem is. Mindenkit inveltem elvileg. Tingli? Engem is. Oké, fogadtam. Még 15 percem van, úgyhogy egy kicsit pörgessük meg szerintem. Hogyha más nem csinálunk, akkor a többi replét majd nézzétek meg magatok, vagy együtt nézzétek meg, mert nekem 3-4-1-kor el kell menni. Ezután az lesz, hogy mindenkit beinvelek még azokra a meccsekre, hogy letöltse neki. Elvileg utána el tudjátok érni azokat a meccseket. Vagy átküldjem, vagy hogy legyen, megosztam TS-en? Ahogy gondolod, ahogy neked egyszerűbb. Jó, akkor kinek küldjem el? Nekem jöhet. Adj egy e-mail címet, vagy a TS-en át tudom küldeni? Ott van egy ilyen fájlok megosztása. Jó, már is összecsomagolom akkor a mappát. Megint az a pálya. Ez egy 38 perces meccs. Az elmondom, pedig ez Már is átküldöm. Hogy tudom még egyszer? Tools. Nem hiszem, hogy ott. Hanem, hogy... De, Tools, File Transfer. Ja, jó. Vagy nem. Adj egy e-mail címet, az a legtisztább. Oh. Hogy menjen? Beletekerjek? Az eleje ismerős lesz, milyen mutatom a... Elküldöm a e-mailt. De csak ugye a fasztás sebesség kb. Pont másfélszerese a valós időnek. Igen. Nem értem. Nem tudtam. Most nem értem. Nem, alapból a ladder meccseket fasztaren játszok, nem? Igen. Igen. Azért van ez egy 38 perces replay, az csak 25 percig tartott. Valóságban. Elküldöm, örülnék, ha meg tudnátok nézni a többit is, megbeszélni, nem feltétlenül streamen. De ha úgy benne vagytok, akkor úgy, teljesen mindegy, csak hogy megnézzétek. Beletekerek, jó, hogy még gyorsabban, mert ugye okay. Ez nagyon hosszú meccs, és ennek a lényege a végén van. Megvív, számtalan csatát megvívnak, Eco Build, szóval ha nézed, Rócsvarren elvileg később jön. Úgy is van. A harmadik. Meg amúgy az érdekes, hogy előbb a Lert rakja le, és csak utána a Roach. Vagy hamarabb lesz kész a Lert, mint a Roach. Na és itt van például, amit mondtál, hogy jön a Helion Harass. Látod a két Queen mennyire, hogy visszatekerem oda egy pillanatra. Na. 250-re akartam, úgy van. Jól belagoltatalak. Jön a Helion. Na jó, kicsit annyira elég, hogy derítsen, máshol nem. De most két Helion, de a négy Helion lenne. Milyen kárt tudsz okozni egy ilyen befalazott felső rámpa ellen? Hát ott felsőn semmit. Ezzel mondom. De a harmadikat meg tudta volna bénítani. És legalább annyival is később épül ki.
akkor pótolnia kell azokat a drónokat, közben... Hát, ja, és akkor az... mínusz 300 minerálja lenne a Terrannak. Ha belegondolsz, mert ugye ez a plusz 4-5-6 helion az annyi. De nem csak az, hát... még az, hogy késletes egyáltalán az erget addig, amíg mondjuk a Hellbed robot le tudja hozni. De nem akar Hellbed droppolni. Hát... elég baj. Mondjuk ezt szépen csinálta. Terran. Ez szerintem ugyanaz a csávó, mint aki az előbb néztünk. Ashley. Aha, ez szerintem ugyanaz a csávó. És ott megy a fentre a drop. Jó, hogy női neve van. És mindig, és nézd, megint ott a macro hatch. Megint ott. Szóval ez nagyon fontos, hogy mindig legyen egy makró. Ahogy annyira olcsó a Roach Hydra... Elcseszte a dropot. Ez egy kicsit fél volt. Le is fog, le fogja szedni, nem kell szerezni. Szépen csinálta az izé, azért az be kell látni. Itt például az látni, hogy a hidrák hiánya látszik nagyon. Lenne két-három hidrája, mint az előző meccsen, itt nem tudom mi van vele, de itt nagyon el van csúszva a Shox mindennel. Megnézed. Meg supli blokk. Supli blokk meg minden, azért mondom, hogy nagyon itt nem a ereje teljével, szóval nem a legjobb meccsei közé kerül ez. Terán is jól csinálja. Nem akarom kisebbíteni az érdemeit, nagyon szépen csinálta. Csak nem a legjobban játszott most, azért az látszik. Vagy például nem szokott ilyen agresszív lenni. Most is folyamatosan izél. Nagyon szupi a Terrannak, mint az Ernek, ami azért elég sokat elárul, mert ez itt fel ez a szituáció. Tekerjünk bele, mondom, mert ez a lényeg, a végén lesz a vége fele lesz a lényeg, amikor már high-on lesz meg minden, és nem fog tudni nyerni a Terran ellen, mert jól csinálja a Terran. Tekerek. Jön a push. Ez elég kicsi ez a sereg, ez simán meg fogja fogni. Közben meg felszámolja itt a terrenseget. Az a baj például, hogy tipikusan azt a hibát követte el, amire mondta, hogy vigyázni kell, hogy be kell keríteni a... terrán. Na ugye, ha bekerítette volna, most el tudott volna menekülni. Én most nem tudott volna elmenekülni ezzel a sereg ellen, hogy a hátulról jön. Terrán ki tudta szedni az overlordokat, aztán a... ...taknál kell tudja használni. Igen, az is jól csinálta, meg itt is le fogja öletni szerintem ebbe az aknába a egységét. Igazából mondom, ennyivel én kiegészíteném, hogy a búrót, azt mindenképpen. Hogy a rócsokkal le tudjátok ugye mikrózni. Jó, rászkenel, de hát most egy scan alatt 6 marin nem öl meg 4 rócsot, ha be van búróvalva. Hát jó. Már hozzám a raugdereket is. Igen, de akkor már megint más, mert akkor ezzel megint foglalkoznia kell a Terrannak. Eletekerek megint, mert megint áll a dolog, nem halad. Ez a fel kell szedni a vidómányokat, erről beszéltem egyébként. De amit csinált itt is, hogy ugye el volt hagyva a vidómány. Na most megint rosszul fog harcolni, mert ugye kik vannak elől, a hidrák, nem a rócsok. Ezt a csatát úgy kezdi, hogy a rócsok vannak elől, akkor nem veszti el szerintem. Jaj, de Terran oldalba kapta, nem nagyon számított rá.
Egy másik, hogy meg kell menteni a hidrákat. Ő is azt csinálta. Egy-két hidrát vesztette el most menet közben? Jajjó. Terran 180-ban. Múlok miatt 2-3 ezer az inkább jó a Terrannek és 1800 az Ergnek. Nagyon rosszul csinálja itt most az Erg. Terran kötődött felülni. Nem igen, de és ezt akarom mondani, hogy itt fog látszódni. Azt a végét akarom megmutatni, csak én nem tudok egyből a végére mondani. Ó, lefogytam! Tehát visszatekerem, mert ez egy fontos csata volt. Ugye itt jött vissza az Erg, azért akarom megmutatni, mert egy fontos csata. Ugye itt veszíti el. És a bekerítésnek a fontossága itt fog látszani. Látjátok? Megint két oldalról. Jó, nem sikerült most bekerítenie. De ez a lényeg, hogy mindig be kell keríteni a Terran sereget. Másrészt, hogy ezek felállnak egy ilyen cseszes sorba, szóval egy oldalba kapja, akkor az oldalról érkezőket nem tudja támadni. Meg elmennek, hogy se tud. És szemből meg oda van rallizva, és jönnek az új egységek, és szemből folyamatosan. Gyakorlatilag két félbe, és medivekeket leszedik, ez a másik. Overlordok kellene kiszedni a vidómájnokat, de... látom, az nem nagyon fogja. A rally point az hibás, most már meg fog halni ez a rengeteg úcs. Veszte. Közben megy harasszolni. Fent. Hol felül. Jönnek az infestorok. Nem tudom, én azért az erkeiben hozzám a speedlingeket. Csak néhányat, hogy mondjuk így... ide simán be tudtak volna futni a felső bázisába. Hát elment rúcsidrával halaszolni, akkor minek kellett volna a lingeket hoznia? Azt hittem, hogy komolyabb védelem van. Ha a bunkerben van 4 marin, azt akkor nem csak a... linkát nem... Igen, viszont nincsen speedje, mert ez egy olyan build. Ami nincs metabolik. Na jó, de most ez 100-100-ba kerül, az nem olyan nagy cucc ezt kifejleszteni. A speedet. Inkább az idő. Szóval 6-szor hamarabb megcsinálja ezt, mint mondjuk egy speedlink harast. Igen. Felülre. Ez eredetileg azért küldte ezeket az izéket, hogy kiszedje a vidómájnokat. A dropnak, hogy hogyan kell felépülnie. A drop fogásnak. Azt látszik most. Egy spore, két spine. Jön a nagy biosereg, hiányzik a Viper. Van ott kettő, csak nincsen. De még nincs feltöltve, igen. Rosszul fogja az infestorokat csinálni, ez nagyon rossz. Nagyon rosszul, de ez itt azért ez egy nagyon durva, hogy mennyire erősek. Ezt jól csináltam. Ezt a részt akartam mutatni, hogy miért kell az infestor Viper. Végignézhetjük a meccset még, ha gondoljátok. Az lesz, hogy igazából a makróba megveri a Terran, amit mondtál el is, hogy mennyivel több pénze van. Ki jöhet ezt nem játszunk párat? Bocsánat, streamelünk. Talán mennem kell. Na, ezt szerintem még nézzétek végig, nekem el kell mennem. Aztán a többi replayt elküldtem Flapsnek. Amiket mindenképpen nézzetek meg, jó? Azokat mindjárt mondom, pillanat. Ugye megnéztük azt, hogy a Roach Hydra mint a meccs. Most nézzük az Echo Buildet.
És a... Azt nézzük meg, a, azt nézzétek meg még a, mi a Belsír Beach-en játszódik. Belsír Ruinen, vagy nem tudom, mert Runán. Ja, nem, Vestige. Meg van egy ilyen, amit a Iadó nevezetű Terrannal játszik. Ezt a kettőt mindenképpen nézzétek meg majd még, jó? Na, hát akkor további jó. Okay. Bármi kérdésetek van, délután olyan 5-6 fele leszek. Talán én mentem is. Ha gondoljátok, ezt még vehetitek, amit néztek, nem tudom, hogy akarjátok-e. És ha valaki vállalja, hogy megvágja, annak örülnék, de nem kötelező. Na, még egy energy-t lehúzlak egy pillanatra, jó? User was moved out of your channel. User left your channel. Mineral field depleted. Mineral field depleted. Mineral field depleted. RPM különben mit csinálsz? Az olyan, mint az APM, nem tudom, minek hozták ki amúgy. Csak valamivel hasonlít, hogy mivel, arra már nem emlékszem. Nézd meg valaki a replay-t. Effektív. Effektív. Szerintem, ja. Per minute. Igen. Egy reális dolog lenne. Most hozza még csak a speedlinget. Mert van pénze, és akkor mindig, ami fejlesztésen van pénz, akkor hozni kell. Ja, meg mennyi bajtere van már, tehát ja. Jó, így. Egyre kevesebb a roach, és egyre kevesebb a infestor, meg a viper. Az ultráknak, ultrák jobbak lettek volna szerintem, de... Jó. Aha. Az ultrákat nem fogja meg. Egy bió serege lenne az ultra, ez halálos. Én annyira a Viper-t nem is értem a bió serege ellen. Ugyanez a... Investor Viper combo, szerintem ott ezt mondod. Ezt a két szart együtt használni. Egyszerűen annyira kevés támadó egysége van, hogy aha. Nem hoztam szöröz. Most jön 10 ultra. De már késő lesz, amúgy szerintem. Ki jönnek mi? Főleg, hogy tudjuk a végét. Mert amúgy... Ezért... Mert az ultrák azok kurva lassan jönnek ki, és a... Éppen támadják a B-t, és mondjuk ott a két ultra jön ki, akkor az annyira nem fog semmit sem jönni. Ja. Mondjuk én itt a nice vibe-be megpróbálkoztam volna a link bailing-el is. Most kijöttek. Meg ott jönnek a mainről. User joined your channel. Valaki nem jön, ezért nem játszik, nem custom game. Hát még végignézem, szerintem. Ja, még végignézni tényleg. Azt a unit testert, azt vágod? Azt a játékot? Hát az csak ilyen... Ne, azt sem nem ilyen, hát hívják, hogy ilyen... Kéne próbálni jönni a kapáig. Nem, nem, ez kuda jó. Na, azt te. Ja,
Igen, behúzhatjuk, nem tudja semmi sem megölni. De még ott maradt, érted? Ja, elfelejtette. Ja. Mi nem rakta ilyenkor inkább tette el rám, basszus. Csak ötven energiája van. Túl sok pénz, túl sok bizon van már a teheren, amúgy. Rottator. Na, most lehet a speedlingre, meg a mutára majd. Vagy valami ilyesmire. Inkább az ultra speedling. Kúra sok medvéke van amúgy a terben. Tortot hagytam.